Adventet ünneplünk, és valakit várunk, hogy szent kegyelmével bűntől szabaduljunk. Advent harmadik vasárnapján a Karácsonyi János Katolikus Általános Iskola második osztályos tanulói adtak rövid műsort a Nádi Boldogasszony templomban. Ezt követően pedig meggyújtották az adventi koszorú harmadik gyertyáját. Balogottó káplán a vasárnap délelőtti szentmisén hangsúlyozta, hogy ha végig tekintjük az adventi időszak vasárnapjait, akkor azt látjuk, hogy más és más szimbólumokat használ a Szentíró a várakozás misztériumának a megközelítéséhez. Advent első vasárnapján az ajtó szimbólummal találkoztunk. Annak az ajtónak a szimbólumával, amelyet ki kell nyitnunk akkor, amikor meghalljuk a hazatérő, megérkező urat, és amely háznak az éber őrzése a mi élet feladatunk. Advent második vasárnapján, tehát az előző vasárnap az út szimbólumával találkoztunk. Az úttal találkoztunk, amely utat elő kell készítenünk, amely úton megérkezik hozzánk az Úr. Balogottó folytatta, ezt az utat elsősorban magunkban, saját lelki életünkben kell elsődlegesen létrehoznunk és megvalósítanunk. A vasárnapi szentmisén advent harmadik vasárnapján a világosság szimbólumával találkozhattunk. Jól tudjuk, hogy advent harmadik vasárnapját az öröm vasárnapjának is szokták hívni. Ekkor ugye a miséző pap is felveheti a rózsaszín miseruhát, és egyfajta öröm van bennünk. Bár ez a keresztény öröm még nem egyenlő a karácsonyi örömmel, viszont annak már örülünk, hogy az Úr már közelebb van hozzánk, mint eddig. Az az Úr, akit olyan régóta várunk, az nem is olyan sokára elérkezik és megérkezik hozzánk. Balogottó kiemelte, az ember legtöbb esetben inkább a maga érdekében lép fel. Fellép azért, hogy egy célt elérhessen és megvalósítson, hogy egy munkahelyet megszerezhessen. De keresztelő Szent János nem a maga érdekében lépett fel, hanem Jézus érdekében. Feláldozta az életét, hogy az embereket felkészítse Jézus eljövetelére. A káplán kiemelte, ez a mi feladatunk is, hogy felismerjük és megismerjük a hozzánk eljövő Urat.